Köszöntöm Önöket, mai vendégünk T. Szabó Pál, cserépkályhásmester. Pali bácsi, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a kedves tévé nézőket. 2 éve 2011-ben ősszel városunk adott helyet a népi cserépkályhás találkozónak. Ön volt a rendezvény szervezője, házigazdája. Azóta volt-e hasonló jellegű találkozó bárhol az országban, részt vettek-e, és az hogy sikerült? Igen, volt minden évben 2 találkozó, egy Budapest környékén, egy meg a vidéki népi cserépkályhások találkozója. Miskolcon voltunk, ezében meg Szegeden voltunk. Milyen célt szolgálnak ezek a találkozók? Mi hangzik el ilyenkor? Hát ennek több célja is van. Egyrészt, hogy találkozunk kollégákkal, barátokkal, iskolatársokkal, a másik pedig mindig van előadó, szakmai előadó, és akkor különböző jogszabályok, ismerete, építőanyagok, új szerkezete. Ez tartozik most már az EU-ba is, közeledünk a EU felé a munkákkal is, tehát annak is van egy előírás, és ezeknek az ismertetése. Karcagon milyen hagyományai vannak a cserépkályházásnak? Hát Karcagon nagy múltja van, ugye már a 20-as években a kályhás szakma Székely Szűcs által kerekedett, vagy került Karcagra, aztán Rusó Pista bácsi, Tóth Kálmán, ezek az idősek is volt egy KTS, amiben nagyon szívesen, örömmel dolgoztunk. Csak hát az idő ugye változik. Hány cserépkályhásmester volt? Hát Karcagon volt. A megyében se volt, annyi van 40-45 körül. De sajnos már most abból az idősekből kevesen vagyunk. Van-e utánpótlás? Mennyire éri meg ezt a szakmát választani? Hogyan látja manapság a fiataloknak? Igen, van utánpótlás, ilyen tovább, nem tovább, hanem új képzések. Hát ennek hiányosságai vannak, mert szakmai ismeretből, elméletben tanulnak, de gyakorlatból keveset. Hát majd van bennük olyan fiatal, aki szereti, kedvet csinálja, érdeklődik, az boldogul, hát a többi meg majd valahogy az idő folyamán csak szerezek kis szakmai tapasztalatot. Milyen ma a cserépkályhások, a kályhások helyzete? Ugye volt egy időszak, emlékszem még nekünk is, amikor én gyerek voltam, kicsi voltam, akkor cserépkályhák voltak a lakásunkban, és akkor ugye eljött az az idő, amikor majdnem mindenhová bevezették a gázt, eljött a kényelmi időszak. Akkoriban mennyire esett vissza úgymond a megrendelések száma, vagy akkor is ugyanúgy rakadtak kályhát az emberek? Hát én 1957-ben kezdtem a szakmát, mikor felszabadultam, Karcagra kerültem. Egy évet vártak, hogy tudjunk menni kályhát építeni. Nagyon sokat lehetett építeni, nagyon sok megrendelő volt. Viszont jött a 70-es években, jött a gáz, jött még nem is a gáz, az olaj fűtés, ez viszont minket már akkor munkanélkülővé tett. A szakmánk nem volt, tehát nem kellett. Aztán jött a gáz, aztán jött az, ugye a gáz az olcsó volt, jött a drágulások, így a cserépkálya ismét előtérbe került. Jelenleg mindenki igyekszik, ha tud egy cserépkályát beépíteni, mert leggazdaságosabb fűtési mód. Erre akartam pont rákérdezni, hogy ugye manapság divat az, hogy kandallót rakatnak, vagy cserépkályhát rakatnak, és hogy ez mostanság, vagy hogy látja, hogy tudja, hogy ez egy, én úgy gondolom, hogy nem egy olcsó mulatság, de hogy megtérül-e ez a gázárához képest? Hát maga az építés, az költséges építőanyag, drágák, a felszerelések, tartozékok, de mikor már kész van, üzemelése körülbelül 60%-a a gáznak. Hát ugye erre rá kell számítani, hogy fát kell hasogatni, behordani, hamuzni, tehát az a 40% erre megy, de a cserépkája más meleget ad, mint bármilyen fűtési test. Változott a technika az elmúlt évtizedek alatt? Tehát az anyag például, vagy a maga, ugye, amiből kirakják ezek a cserepek, vagy nem tudom, mi ennek a pontos neve. Túl sokat nem változott, mert ugyanolyan kézzel gyártottak a cserépkályon, és az építése, ott nem lehet gépesíteni, ott
ott maradtak a hagyományos építőanyagok. Manapság mi a divat cserépkályhában, tehát így színvilágban? Hát általában nagy tűszerű kandallók, aha, ami látványt is jelent magán, meg ugyanannak is jó hő leadása, jó hatásfoka. Tehát fele-fele cserépkálya, meg kandalló. Kandallóban lehet sokat variálni, kerámia, tégla, bármilyen megoldás lehet alkalmazni. Régen, mikor mondjuk még a fénykorát élte a cserépkályha rakás, akkor mondjuk egy nyár alatt mennyi volt a csúcs, amit mondjuk Pali bácsiék raktak? Hát még a kártézben dolgoztunk, meg fiatalok voltunk, úgy heti kettő, tehát egy középméretű kályha, kettő darabot készítettünk, de ez ment egész évben. Télen, nyáron lehetett dolgozni, abban a 70-es évekig. A morgócsárdában a kemence az ön nevéhez fűződik, a mostani kemence, vagy nem tudom, hogy erről mit lehet tudnunk. Újra van-e rakva, vagy a régi kemence van felújítva? Sánta főorvos úr keresett meg, hogy át kellene építeni, mert egész meg elhasználódott, és lebontottuk, és egy újabbat építünk, ugyanabban a formában, ami addig is volt. Jelenleg is üzemképes, lehet használni. Beszéljen nekünk Pali bácsi a munkásságáról, életútjáról. Mit kell tudnunk önről? Hol tanult? Hát én életemben azt csináltam, amit szerettem. 25 évig dolgoztam a cserépkályha szakmában, másik 25 évet meg tűzoltással foglalkoztam, hivatásos tűzoltó voltam. Hol végezte az iskoláit? 56-ban forradalom után kerültem el Budapestre, ipari tanulónak, ott dolgoztam 3 évet, aztán úgy jöttem haza, mert hazavágyott a szívem a Karcagra. Aztán itt a Kártészben dolgoztunk, mikor a 71-ben, 72-ben jött az olajfűtés, ekkor nem volt munkák, úgyhogy 3 hónapig tengélengi volt, mert nem volt munkám. Így kerültem el a tűzoltósághoz, ahol tanultam, középvezető lettem, most meg már nyugdíjasként élem az életem. Annak idején miért a cserépkályhás szakmát választotta? Hát talán nem tudatosan. Először kőművesnek mentem el, de orvosilag nem feleltem meg, és ott ajánlották, hogy van olyan szakom, ami nem kell magasra menni, és ott Budapesten, amikor voltunk orvosi vizsgán, ajánlották, elfogadtam, megszerettem, újra kezdeném, megint ezt csinálni. Ezt akartam pont kérdezni, megint hogyha újra kérdezni akkor, vagy újra kezdeni akkor mit választana? Melyik alkotására a legbüszkébb? Volt esetleg valami különleges kérés, még ha így visszaemlékszik a megrendeléseire? 10 évvel ezelőtt, igen, Sabján Tibor, ő egy építészmérnök, a Szentendrei Skanzennek volt az építésze, keresett meg, hogy egy nagy KH-s könyvet készítenek, és adjak, vagy 10 fényképet. És ebből legalább 4-5-öt figyelne felhívásként, na ez nekem tetszik. Hát mondtam a Sabjáromnak, hogy sajnos nem tudom. Hát miért nincsen? De van. Csak nem tudom, mert nekem mind tetszett. Mind kedvemre való volt. Ha különlegesebb kandallókat épít, az is mind tetszett, mert az egy alkotás, az egy egyedi termék. Úgyhogy nem tudtam választani, végül ővel közösen választottuk. Meg is valósult a könyv, úgyhogy benne van 5 munkám. Pali bácsinak ugye meghatározó volt az életében az általános iskolája. Ha jól tudom, akkor a Zádorúti, akkori Zádorúti általános iskolába járt, ma már ugye Szent Pál Marista általános iskola a neve, és készülnek az idei osztálytalálkozóra. Mit kell tudnunk erről az ideiről, miért lesz ez különlegesebb, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti? 2003-ban merült fel bennem, hogy kellene egy osztálytalálkozót rendezni, az is sose volt. Hát nem gondoltam, hogy ilyen nagy munka, mert ezt a
60 személyt össze tudtam hozni, bizony sok időmet elett. Nagy örömmel csináltam, nagy örömmel jelentkeztek akikkel, tehát nem csak azt, hogy na hol vagy, meg vagy, hanem tényleg fél órákat elbeszélgettünk. Ugye Pali bácsi elmondta, bocsánat, hogy eltetszett hozni nekünk a tablót, még meg is jegyeztem, hogy milyen sokan vannak rajta, és mondta Pali bácsi, hogy itt fiú és lány osztály volt párhuzamosan, tehát így voltak 60-an egy osztályban, úgymond egy osztályban. Igen, hát akkor még külön voltam. Egy-egy órákat tartottak együtt, amik összekerült, de a ballagásunk együtt volt. És 2003-ban sikerült összehozni, hogy na majd az 50 éves, de ha már megvannak a címek, akkor a 49 éves találkozót megszerveztük. Nagyon emlékezetes volt, nagyon szép emlékek vannak. Öröm volt találkozni 49 év után. Aztán ott megszerveztük a dolgokat, mindenki elmondta, amiket. Ki merre, hol járt, mi történt az életével. Mindenkit megismertek? Tehát mindenki megismert mindenkit? Nem. Vagy volt, aki nagyon megváltozott? Volt, aki. Na, te ki vagy. És ugye golyóztunk rá, hogy na ki is. Tényleg nem ismertünk meg mindenkit. Aztán arra döntöttek, hogy minden évben találkozunk. Azóta 10 találkozót, ez az idei lesz a 11. Egy szép emléket szoktunk, egy kis emlékbeszámoló, utána egy kis ebéd, utána van egy kis magyar nóta, egy kis tánc, van egy kollégánk, a Tőgi kis Jóska, aki biztosítja a zenét, és eltérik egy szép napunk, már előtte is készülünk, utána megint emlékezünk, tehát ebben a korban már egy-egy ilyen emlékez nekünk szép dolog. Az idei évben mire készülnek? Ha jól tudom, akkor lesz egy meglepetés. Igen. Elhatároztam, hogy valami kis emléket az utókornak, a iskolánk és a tanáraink felé való szeretet jeléül, és erre egy emlékhelyet alapítottunk, vagy készítettünk. Hát majd most az osztály találkozóval egy kis ünnepélyes keretek közt lesz ennek a felavatása. Ezt minden évben egy kis szalagot tűzünk, hogy megint emlékezzünk a tanárainkra, akiből már csak egy van, a Kádár Pál tanár úr, aki eléggé sérült is, mert különböző orvosi beavatkozás, de azért betegen is, rokkant köcsébe is megjelenik nálunk, és szeretettel találkozunk. Elnézést, hogy így belenyúlok, csak hozott nekem Pali bácsi egy lapot, amin rajta. Ja igen, itt van az emlékhely. Pontosan én ezt meg is mutatom a kedves nézőknek. Ez a terv, ugye? Igen. Hogy hol lesz ez az emlékhely kialakítva? Illetve egy táblát is készítenek, hogyha jól tudom. A volt zárda épületnek a folyosóján ott fogjuk elhelyezni, és július 1-én lesz ennyit megemlékezés róla. Tehát július 1-én lesz majd ez az ominózus osztálytalálkozó. Igen. És akkor minden évben egy-egy kis szalagot a tanárunk emlékére, meg az iskola emlékére is elhelyezünk. Tudnak erről az ötletről, vagy erről a tervről a volt osztálytársak? Vagy ez meglepetés lesz hát, nekik? Vagy hárman tudnak, akivel úgy megbeszéltük, a többinek meglepetés lesz. De az a meghívóban már belekerült, hogy lesz egy kis avatás. Mennyire összetartó az önök közössége? Mondjuk ugye mondta, hogy 60-an végeztek ebben a párhuzamos osztályban. Ebből a 60 emberből hányan szoktak itt lenni hát az osztálytalálkozón? Legelőször voltak legtöbben, de akkor is volt, hogy karcog is nem jött el. Tehát van, aki nem jön el, az, aki magja megvan, azok jönnek szívesen, minden évben találkozunk. Dunántúról eljönnek, egyik-másik verset is ír, majd ismertetjük azokat is. Tehát egy szép emlékkel találkozunk az osztálytársakkal. Tanár úr is eljött többször, hogy most el tud eljönni, nem tudjuk, szívesen jön ő is, annak is van legalább egy szép napja.
Pali bácsi, én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánunk majd erre a július 1-ére, jó felkészülést addig is, és sok-sok osztálytalálkozót még önöknek. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt, kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.